Na, szevasztok! A 218. játékunknak, vagy dalműhelyünknek igazából az kéne legyen a címe, hogy tetovált lány, de hát a Rózi fölhívta a figyelmemet, hogy van egy ilyen című Deák Bill szám, és hát a világért nem ütköznék ebben. Úgyhogy ennek az lett a címe, hogy Testékszer. Egy picit nem is bánom, hogy nem telibe a refrén első sorát adtuk címnek, az könnyű út, nagyon sokszor bejött, nagyon sokszor visszatetszett nekem. 194-nek írtam, július 23-án, és nyilvánvaló, hogy skandináv krimik hatása alatt, amiket először olvastam, most a Tetovált lány sorozatról beszélek, Kártyavár, ilyesmi, és csak utána láttam filmen, van tempója 114 BPM. Ahol nem lesz azonos a szöveg a leírtal, ott ez a mondott az érvényes. Most nézegettem, és majd menet közben rájövök, hogy ott a refrénben a ne tovább már, meg a ne csináld már azt, hogy váltják egymást, mert mindjárt meglátjátok. Tehát testékszer. A ruha alatt a lényeged, a hieroglifák, a megfejtendő vágyaid, az összes szép hibád. Nem véd páncél, más sem véd, csak néhány durva emlék. A rendőr, a portás ellenség, mert valami történt nemrég. Tetovált lány, ne tovább már, a lehetetlen, ne kísérts folyton, engedd el végre a kapaszkodókat, hagyd, hogy a dolgok menete folyjon. Lehet, hogy gyors. Az eltűnt szépség megkísért, letörlöd a sminket, félelmetes vagy csak azért, hogy zavarod a köreinket. Tehát félelmetes vagy csak azért, hogy zavarod a köreinket. Ez lesz az igazi hangsúlyozás, hogy a fő hangsúlyra essen a zavarod a köreinket. Vagy hogy zavarod a köreinket. Mindenesetre az a negyedik sor eleje, tehát félelmetes vagy, csak azért, hogy zavarod a köreinket. Tudom, hogy nincs ebben semmi személyes, csak rémült bosszú vágy. Ha elhinnéd, hogy szeretünk téged, talán léphetnél tovább. Tetovált lány, ne csináld hát a lehetetlent, ne kísérts folyton, engedd el végre a kapaszkodókat, hagyd, hogy a dolgok menete folyjon a medrében, sodródj az árral, ne úsz már tovább. Szembe vele légy azonos. Na, ez nem így van. A medrében, na nézzünk egy refrént egészbe. Tehát tetovált lány, ne csináld már, a lehetetlen, ne kísérd folyton, engedd el végre a kapaszkodókat, hagyd, hogy a dolgok menete folyjon, a medrében, sodródj az árral, ne úsz már tovább szembe vele, légy azonos a tetovált lányjal, akinek a bőre a jelleme. Igen, ez a B-refrén, és így van, ahogy most mutattam. Nem én voltam, nem mi voltunk, bocs, hogy hasonlítunk azokra, akik bántottak téged, de nem vagy a priuszunk. A bűntudatból harag ébred, nem kéne felkeltened, senki nem akar megölni, hidd el, nem vagyunk ellened. Tetovált lány, ne tovább, hát a lehetetlen, ne kísérts folyton, engedd el végre a kapaszkodókat, hagyd, hogy a dolgok menete folyjon, a medrében sodródj az árral, ne úsz már tovább szembe vele. Légy azonos a tetovált lányjal, akinek a bőre a jelleme. Légy azonos a tetovált lányjal, akinek a bőre az ékszere. Oké, tehát most azt érzem, hogy lehet lassabban, attól függ, hogy milyen zene születik hozzá. Levehettek belőle 5-10 BPM-et más felfogásba. Ez volt a Testékszer, 218-nál tartunk, szevasztok!